Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőit. Még a nyáron foglalkoztunk azzal, hogy szövetségben Fehérvárért néven folytatják a politikát majd a Jobbik felosztott fehérvári alapszervezetének tagjai. Ekkor már a Híradóban is foglalkoztunk a témával. Stúdiónk vendége Horváth Tancs Ágnes, önkormányzati képviselő, a felosztott szervezetnek ugye a korábbi elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, jó estét. Nyár óta azért már jó néhány hónap, egy kis idő eltelt. Hogyan látja most az önök szervezetének a sorsát, egyáltalán hol tartanak most? Gyakorlatilag már a nyáron egy munkafolyamatban voltunk, tehát ott, hogy feloszlatotta minket, mint Jobbikos alapszervezet a Jobbik akkori országos elnöksége, az inkább csak lendületet adott számunkra, tehát onnantól kezdve nekünk egy folyamatos munka zajlik. Gyakorlatilag most ott tartunk, hogy határozatot hoztunk arról, hogy szeretnénk megmérettetni magunkat majd az önkormányzati választásokon 19-ben, úgyhogy gyakorlatilag erre való felkészülésben telnek a napjaink, illetve számos olyan program van, amivel készülünk mind az adventi időszakra, mind majd a tavaszi időszakra. Adventben gyakorlatilag folytatjuk azt a hagyományosnak tekinthető kézműves foglalkozásokat és ilyen kis hangolódást, tea esteket, vagy inkább kakaó esteket, amiket korábban is tettünk. Illetve ami nekünk nagyon fontos az, hogy mi egy valódi képviseletet szeretnénk ellátni, tehát a klasszikus értelemben vett képviselőségre törekszünk, és ezt nem 4 éves ciklusokban, vagy 5 éves ciklusokban gondoljuk, hanem folyamatában, tehát már most is a tagjaink egy-egy körzetben igyekeznek felhívni magukra a figyelmet, hogy itt vannak, hogyha valakinek valamilyen javaslata, problémája felmerül, akkor nyugodtan fordulhat hozzá, ő pedig továbbítja felém, illetve az önkormányzatnak, a városnak, annak a megfelelő szervének, hivatalának az irányába, aki érdemben tud foglalkozni és segíteni egy-egy problémában. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel telnek a napjaink. Kik a tagok? Fehérváriak. Fehérváriak. Vannak köztük olyanok, akik korábban a korábbi alapszervezetnek a tagjai voltak, hiszen mi közösen álltunk föl, közös nyilatkozatban léptünk ki, és közösen alapítottuk meg magát ezt az egyesületet, tehát az alapított tagok közülük kerültek ki, és vannak friss tagjaink is, akik vagy már korábban részt vettek a munkánkba, és onnan ismernek minket, és mi is tudjuk, hogy ők milyen irányban gondolkodnak, milyen tevékenységeik vannak, tehát vagy ők, vagy pedig egészen friss új jelentkezők is vannak, akik úgy látszik, hogy így a párttól függetlenedve már sokkal inkább érzik azt, hogy aktívan szerepet tudnak vállalni. Említett az, hogy párttól függetlenedve, akkor az egy cél, hogy egy párt független szervezetként tevékenykedjenek, civil szervezetként Abszolút. Tevékenykednek, Igen. vagy hogyan képzeljük ezt el? Igen, a saját tapasztalatomat tudom mondani, tehát én több mint 10 évvel ezelőtt azért léptem be a Jobbikba, mert azt gondoltam, hogy egy közösen gondolkodó, egy irányba tartó közösség tagjaként sokkal könnyebb elérni azokat a célokat, amit egy város életében szeretnénk elérni, olyan fejlesztési célokat, ötleteket, javaslatokat, de meg kellett tapasztalnom, hogy egy budapesti pártközpont az nem előre viszi az embert a törekvéseiben, hanem inkább lenyomja, és inkább gátakat emel elé, mint hogy egy ilyen hátsó széllel megtolná és lendületet adna. Úgyhogy én azt gondolom, a saját tapasztalatomból kiindulva, hogy én semmiféleképpen nem szeretnék ilyen budapesti pártközpontnak a hatásköre alá tartozni. Én azt gondolom, hogy mi itt élünk Székesfehérváron, látjuk azokat a problémákat, amit mindannyian látunk, akik itt a városban élünk. Mi talán abban vagyunk egy kicsit most másak, hogy tevékenyen szeretnénk tenni, és igyekszünk is és ezeket a problémákat megoldás irányába vinni, illetve a javaslatokat hatékonyan képviselni. De ugyanazt a fehérvári életet éljük, mint mindenki más. Ha már említette ugye a Jobbikot, mint budapesti központot, akkor hogyan érzékeli a mostani időket, a napi híreket, ami a Jobbik házatáján azért felmerül? Azt hiszem, pont a közösségi oldalán olvastam néhány órával ezelőtt, hogy ő nem kíván több ilyen hírt megosztani. Ez kiábrándultságra utal?
Én inkább azt mondanám, hogy szomorúságra, tehát azért az embernek benne van ebben a pártban nem kis energiája, munkája, amivel mi azt gondoltuk, hogy egy olyan helyzetbe lehet hozni a pártot, amiben abban a helyzetben döntési helyzetbe kerül, és valóban olyan intézkedéseket tud hozni, ami jobb irányba viszi ezt az országot. Most pedig azt látom, hogy gyakorlatilag a belső harcok, a hatalmi kis sakkozások most már olyan szinten felemésztik a Jobbikot, hogy a tönk szélén áll gyakorlatilag. Tehát, hogyha nem találnak valami olyan pontot, amiben meg tudnak kapaszkodni, ami egy stabil értékrend, egy stabil határozott irány, akkor én azt gondolom, hogy nagyon hamar el fog tűnni a politikai szintéről az a Jobbik, ami megalakult sok-sok évvel ezelőtt. Hát pedig éppen vasárnap volt Székesfehérváron a Jobbik elnök, és egy nagyon derülátó nyilatkozatot adott nekünk, legalábbis ő nagyon stabilnak gondolja most a Jobbikot, és azt gondolja, hogy minden helyre állt, akkor ön ezek szerint hát, mi látja? Hát, hogyha ő ezt belülről így látja, az talán egy pozitív fejlemény, de kívülről ez egyáltalán nem látszik, és tartok tőle, hogy belülről sem mindenki annyira optimista, mint amennyire Schneider Tamás optimista volt itt Fehérváron. Nos, akkor mivel ugye pártoktól független szervezetként tevékenykednek, akkor most lépjünk is túl a pártokon. Ugyanakkor meg mégsem lépjünk túl, mert hát itt a napokban, elmúlt hónapban rengeteget lehetett olvasni egy összefogásról, ami ugye akár éppen a Jobbik, vagy a DK, MSZP, Momentum és civil szervezetek között jöhet létre. Erről mi a véleménye? Én azt gondolom, hogy bár még nem nevezték meg a közös polgármester jelöltüket. Sejteni már azért lehet. Azért már igen, eléggé látványos, hogy ez Balsa István az Ifjabbikra irányul. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár egy akkora város, de bármelyik város, a kis településre is elmondhatjuk, hogy a város vezetése az nem hatalom, hanem felelősség. Óriási felelősség és óriási munka. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki ilyesmire készül, és egy város életét szeretné meghatározni politikai irányvonalában is, és egyébként a mindennapi életét is, azt gondolom, hogy ahhoz egy olyan felkészültség szükséges, amivel ő át tudja látni ezt a várost. Jelen pillanatban azt látom, hogy a politikai pártok közül sokan a belső konfliktusaikkal küzdenek, mind helyi szinten, mind országos szinten. Van, aki stabilabban áll a lábán, van, aki nem annyira. Így nekifutni egy város vezetésének, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy felelősség, vagy inkább felelőtlenségnek tartom. Sokkal inkább kell előbb a saját berkein belül rendet tenni, a saját sorait rendezni, és utána egy egész városnak az életét befolyásolni, vagy meghatározni. Az ifjabb Balsa Istvánról pedig azt gondolom, hogy egy értékes ember, aki eddig a közéletben nem mutatott különösebb szerepvállalást. Tehát most a legutóbbi megnyilvánulása talán, és az első, amit én közéletben láttam, az én rágalmazásom volt. Tehát azt gondolom, hogy ezen, ha nem tud túllépni és felemelkedni, akkor bár az édesapja azért, mint tanácselnökként, mint polgármesterként sokat tett a városért, de ez csak egy névazonosság marad akkor. Úgyhogy én sok sikert kívánok nekik, de azt gondolom, hogy előbb önmagukat kell rendbe tenni, és utána. Akkor ezek szerint nem csatlakoznának egy ilyenfajta szövetséghez. Nem. Ha már a munkát említette, és ugye a beszélgetésünk elején azt mondta, hogy valódi képviseletet kívánnak ellátni, mint ahogy ezt most is teszik, egy kicsit erről beszéljünk, hogy hogyan néz ki ez majd a gyakorlatban. Hát ez a gyakorlatban most is úgy néz ki, hogy mindenki azt mondja, hogy egy listán mandátumhoz jutott képviselőnek milyen könnyű a dolga, gyakorlatilag felveszi a tiszteletdíjat, és semmit nem kell csinálnia. No, hát ez nem egészen így van. Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb dolga van egy listás mandátummal rendelkező, valóban egyébként tenni akaró képviselőnek, mint mondjuk egy körzet képviselőjének, akinek azzal az egy adott körzettel nagyon sok dolga van, de arra az egyre koncentrálódik. Hát a mi munkánk az pedig 14 körzetre koncentrálódik, és azért nagyon sokrétű és nagyon sokféle kérdéssel keresnek meg minket, személy szerint engem is, és most már szerencsére az egyesület tagjait is, tehát egyre több jelzés érkezik onnan is. Ez az egészen apró cseprőtől elkezdve a nagyobb volumenig végigmegy. Ez az apró cseprő például, hogy a járdafelújítások során az egyik utcában a csapadék elvezetés nem úgy oldódott meg, hogy az valóban szolgálja az ott lakóknak
az életét, és ott kértek segítséget, ami egyébként meg is oldódott, tehát ez egy viszonylag gyors folyamat volt. Vagy ilyen kérdéskör például az, hogy egy gyalogos átkelőnél a közvilágítás hiányzik, nincs megfelelő felfestés. Ezzel is megkeresnek, ezt is továbbítjuk visszük. Tavaly télen például gyakorlatilag jégügyeletet tartottam, tehát a városgondnoksággal már majdhogy nem másodpercnyi kapcsolatban folyamatosan továbbítottam, hogy hol milyen gondok merültek fel, hol annyira jeges az út, hogy nem tudnak közlekedni. Tehát az ilyen apró cseprőnek tűnő, de mégis az életünket megnehezítő dolgoktól elkezdve egészen a közlekedési koncepcióig, egészen az adórendelettel kapcsolatos kérdéskörökig, vagy olyan javaslat is érkezett hozzánk, hogy nagyon sok esetben nem tudja egy fehérvári, hogyha a környezetében valaki hirtelen rosszul lesz, és mondjuk egy defibrillátor segítséget adhatna neki, főleg ez a félautomata-automata kivitel, hogy hol talál legközelebb önmagához. És ehhez egy mobil applikációt kitalálni, felépíteni, ehhez az önkormányzatnak az együttműködését megszervezni, segíteni. Például ilyen, vagy akár a közlekedésre visszatérve, én azt gondolom, hogy a gyerekeknél kell elkezdenünk azt, hogy tudatosan közlekedjenek, felelősséggel közlekedjenek, és belőlük lesz majd aztán az a sok-sok autós, aki megnehezíti vagy megkönnyíti a mindennapi életét a városnak. Tehát szeretnénk, most a helyszínen megy a vita, én mondjuk a Bregyóba szeretnék egy olyan közlekedési parkot, ahol olyan közlekedési szituációkat tesztelhetnek a gyerekek, ami a mindennapi életükben is előfordul. Akkor ez egy ilyen a Haleszhoz hasonló pályát képzeljünk el, csak összetettebben? Sokkal nagyobbat, ez közlekedési lámpákkal, táblákkal, szülőknek kiegészítővel, eszközök biztosításával, iskolai oktatási rendszerbe beépítve délelőttönként. Tehát igen, ez egy kicsit komolyabb, felépítettebb kérdéskör, és annak nagyon örülök, hogy mind a rendőrség, mind pedig az önkormányzatnak a megfelelő szakirodai nagyon nyitottak erre a kérdésre, úgyhogy a szervezés és a munka az elindult a tekintetben, és bár nem az én javaslatom volt, hanem a rendőrség felől érkezett az a kérdés, hogy ez jobb lenne, ha minél több ilyen lenne, és ez napirenden van, tehát ez egy folyamat közepén tart, úgyhogy hát reméljük. Tehát ilyen ügyek mentén próbálunk egy valódi képviseletet látni. Ugye az jelen, de hát említett, hogy készülnek a 2019-es helyhatósági választásra. Nyilván ahhoz már egy programot is össze kell állítani, képviselőjelöltekkel, és a többi, és a többi. Akkor ez a folyamat is már elkezdődött? Igen, ez elkezdődött nálunk ez a folyamat, főleg azért, mert hogy most még nem képviselőjelölteknek hívjuk azokat az embereket, akiket egy-egy városrészben szeretnénk majd elindítani az önkormányzati választáson, és az ott élők figyelmébe ajánlani, hanem őket inkább az ott élő körzetfelelősnek tekintjük, akinek valóban az a dolga, hogy begyűjtse ezeket az információkat, egy ilyen kis közvetítő állomás legyen mind az önkormányzat, mind pedig a körülötte élő emberek között. Ebben a folyamatban most már mondhatni, hogy lassan a végére érkezünk ennek a folyamatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk azokra a körzetfelelőseinkre, akik felvállalták ezt a feladatot, hiszen amellett, hogy ők a saját szakmájukban, a saját területükön egy kiemelkedő munkát végeznek, és meghatározó munkát végeznek, amellett egy ilyen társadalmi szerepvállalást is felvállalnak, ami, hát nem mondanám, hogy a szabad idejük bővítését célozza, és nem is mindig könnyű feladat, úgyhogy én remélem, hogy egyre inkább mindenki belemelegszik, és akkor mindenki fogja tudni, hogy melyik körzetben ki a Szövetségben Fehérvárért Egyesület tagja. Megvan már egyébként mondjuk az az alappillér, vagy alappillérek, amik mentén majd a programot fel kívánják építeni? Igen, én azt gondolom, hogy Székesfehérvárnak megvannak a saját problémáit. Tehát nyilván
nem kell nagy tudósnak lenni, hogy az ember kapásból fel tudja sorolni, hogy a legnagyobb problémák egyik az a közlekedés Fehérváron. Tehát az, hogy fejlődnek, épülnek utak, újulnak meg utak, az egy nagyon-nagyon jó hír. Az, hogy ez mennyire illeszkedik egy nagyobb koncepcióba, vagy mennyire nem, az nehéz szerintem mostani pillanatában megítélni. Van erről véleménye mindenkinek, de ez talán később fog igazán kiderülni, viszont a kivitelezések minőségével mindig lehet, én azt gondolom, hogy szintet lépni, tehát lehet mindig jobbra törekedni, mert most azért vannak, ahol jelentős problémák vannak. Tehát, és van olyan terület, ahova volt kísérlet, de még sem mert bátran nyúlni a jelenlegi városvezetés, ez például a buszközlekedés, a buszmenetrend esete, ahol én azt gondolom, hogy sokkal inkább bevállalós és bátrabb lépésekre van szükség, mint amit eddig felmert vállalni a városvezetése. De mondhatnám az egészségügy kérdését, az ugye régi veszőparipám sajnos, bár a mutatók azt mondják, hogy egyre kevésbé van okom aggodalomra, de a tapasztalat nem, ez mutatja, hogy a házi orvosok egyre inkább az előregedő korosztályt képviselik, tehát idősebb korosztályt képviselnek, tehát ott nem feltétlenül annyira dinamikus az utánpótlás, mint amennyire lennie kellene. Ugyanez ugye a kórházban a szakápolók, orvosok esetében szintén fent áll. Tehát ezekkel kell városi szinten is kezdeni valamit, akár ösztöndíjrendszerrel, akár egy markánsabb beavatkozással, tehát ezek mind-mind. De munkaerő kérdéskörről is beszélhetünk. Közbiztonságot talán nem, bár mostanában ez a biofüves jelenség, ez talán mindenkihez eljutott a zombisodó városunk képe, de tehát vannak ilyen kérdéskörök, amivel lehet. Mi, amit biztosan, hogyha pillérekre kérdezett, ami számunkra nagyon fontos az, hogy ne a városlakók feje fölött döntsük el, hogy mi az, ami számukra fontos, vagy mi az, ami őket érdekli, és mi az, ami a leginkább az életüket befolyásolja. Ezért az adventi időszakban egy kísérletképpen elindítunk egy olyan házikót, ami nagyon egyszerű dolog, egy kis ház, az ember bemegy, leül egy kis asztal elé, ott talál egy mikrofont, van rajta egy gomb, azt le kell nyomni, folyamatosan nyomva tartani, amelyek az ember beszél, és mint egy panaszláda, vagy egy ötletláda, el lehet mondani, hogy kinek milyen problémája van, ami az ő életét megnehezíti, vagy milyen javaslata van, ami a fehérváriak életét megkönnyítheti. Nos, hát akkor hamarosan találkozhatnak önökkel. Így van. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, Esti Mérleggel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!